Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket innét a Fitpoint mozgásközpontból, Anitával és Diával. Őket már ismerhetitek, nagyon sok tévétornát végig csináltunk együtt. Előre is elnézést kérek, ha esetleg csak azt látjátok, hogy tátogok és nincsen hangom. Kicsit engem is elért ez az őszi időjárás, úgyhogy lehet, hogy szakadozva fogok beszélni nektek. Akkor majd mutogatok ilyen egyezményes jelekkel. Steppadon fogunk dolgozni, aztán majd kis súlyzóval, és próbáljuk úgy összerakni, vagy próbáltuk úgy összerakni ezt az edzést, hogy kezdők is elkezdhetik és végigcsinálhatják, haladók is meg tudják csinálni, és megpróbáljuk nektek majd mutatni a könnyített verziókat, bár nem igazán hiszem, hogy szükség lesz rá, hiszen alaphelyzetben dolgozunk a padon. Ha nincs otthon padod, nem probléma, csináld a talajon kilépésekkel, jó? Mintha ott lenne egy emelvény, nem kell, nincs rá szükség. El is kezdjük, jó? Jön a séta helybe? Hopp! Ez az. Nagyon-nagyon egyszerű, semmi koreográfia, csak lépegetni fogunk. 4, 3, és jön a levegő. Kifújod. Mélyen beszív, és kifúj. Na még. Kifúj. Még egy. Érint a pad sarokkal váltva. Jó. Ázad. Csak lazán. Tudod, ha nincs padod, előre tolod. Azaz. Rakjuk hozzá a kar. Hopp. Ez az. Nagyon jó. És föl a kar. Föl, föl. Picit nyújtózz meg. Ez az. Ugyanez, páros kar előre. Hopp. Úgy, úgy. Picit átmozgatjuk magunkat. Nem kell pad, ugye? Pad nélkül is tudod. Ugyanez, fel. Fel. Azaz. Nagyon jó. És mindjárt sétálunk váltott lábbal. Jobban indítunk. Jobb. Bal. Jobb. Tudod, ha nincs pad, séta. Kilépsz. 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 Nagyon jó. Aha. Csak egyszerűen. Ugyanez marad, húzzuk a sarkunkat. Ezt is lehet a talajon nyugodtan. Nagyon jó. Jöjjön térdemeléssel, térdhúzással. Úgy, úgy. Ha padon dolgozol, mindig figyelj a lábad elé. Azaz. Nagyon laza a rugás, jó? Hopp. Hopp. Azaz. Aha. 3 sarok. Azaz. Aha. Azaz. 3 tér. Azaz. Na még. Három laza rugás. Tényleg nagyon laza. Azaz. Mint ha most ébredtél volna fel. Szimpla sarok. Úgy, úgy. Szimpla tér. Nagyon jó. Szimpla rugás. Azaz.
Nagyon jó, na még. Három sarok. Ez az. Nem bonyolítjuk egyáltalán, hogy ismerném. Meglincselnének itt a lányok. Három térd. Nagyon jó. Na még. Három rugás. Három. Még mindig lazán dolgozunk. Aha. Megyünk szimplával, szimpla sarok. Szimpla térd. Szimpla rugás. Három sarok. Három térd. Három rugás. Váltott lábú kitörés a padra előre. Nem megyünk mélyre. Még nem kell. Jó? Még csak az ízületeket olajozzuk. Oldalra kitörés. Itt sem megyünk mélyre. Nem kell. Jó? Mondják a lányok a bajszuk alatt mellettem, hogy jó. Padra kitörés. Azaz. Oldalra. Lépjél egy kicsit közelebb a padhoz. Lent fogunk maradni guggolásban. És le. 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 Érintsd meg, jó? Három rugó. Egy, két, há, föl. Egy, két, há, föl. Egy, két, há, föl. Egy, két. Maradunk lent. Egy, két, há, popsi. Egy, két, há, popsi. Térdizületbe nyújtod a lábad. Popsi. Na még. Egy, két, há, popsi. Figyelj a hátadra. Nagyon jó. Azaz. Jó, lassan gördülünk föl. Gördülünk, gördülünk, gördülünk. Válkörzés le. Na kérem szépen. Ennyi volt a bemelegítésünk, jó? Ez tényleg egy nagyon laza bemelegítés volt. Bárki meg tudja csinálni, kortól függetlenül, edzettségi állapottól függetlenül, akár van otthon pad, akár nincsen pad. A következő blokkhoz, ha velünk tartatok, szükség lesz padra, és picike kézi súlyzóra, vagy fél literes ásványvizes flakonra. Várunk benneteket vissza, köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!